Az utolsó nagy a címe annak a könyvnek, amely az FTC labdarúgó csapatának 1995-ös BL csoportkörbe jutását mutatja be, a legújabbkori magyar klubfutball első kiemelkedő nemzetközi sikerét, amelyet a műsorunkban már szerepelt Novák Dezső irányításával értek el. Most az akkori menetelés egyik főhőse, Nyilas Elek és a szerző Fűrész Attila idézi fel a hőskort. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, kívül. Jó reggelt. Elek, először tőiget kérdezlek, hiteles írás? Valóban minden így történt, semmi túlfényezés? Hát én nem olvastam, tehát én nem tudok lehetetni, természetesen, természetesen már belelapoztam, és úgy gondolom, hogy bízhattunk Attilába, hiszen amíg előzetesen megbeszéltünk, azok visszaköszöntek a könyvbe természetesen. Attila nagy munka volt? Érdekes, mert annyira nem volt nagy munka mondjuk, mint a Lipcsai Petinek az önéletrajzi könyve. Mert itt ugye kérdések voltak, válaszok, kérdések, válaszok. A Peti pedig egy egész sztorit kellett leírni és nem csak az, hogy kérdés és válasz volt. De azért dolgoztam vele szépen. Mennyi dolgoztál vele? Mert azért itt viszont. Hát nyár kezdtem, kezdtem el. Egy, egy keretet szedett, hogy úgy mondjam. Igen, nyár kezdtem el, és hát az elég gyors munka volt, mert össze már ugye kiadtuk ezt a könyvet. Tehát, de, de készült. Tehát Mi... interjú, megírás, interjú, megírás, interjú, megírás. Miután említetted már a Lipcsei Petiről szóló könyvet, adódik a kérdés, megnyugtathatod a könyveit kedvelőt, hogy csak a Fradi. Nem, nem biztos. Nem. nem? biztos, és nem biztos, hogy csak a sport. Tehát engem más téma is érdekel, nem most a Fradi, és most a sport. Egyébként miért? Érdekelnek az emberi sztorik. Ennél, is a, ennél a, könyvnél is az érdekelt főleg, hogy, hogy, hogy alakulnak a sorsok. Tehát volt egy nagy csapat, hogy volt egy nagy Fradi csapat, és utána mindenki abba hagyta végül, és a focit kivéve Lisztes Krisztiánt, és, és ö, érdekelt, hogy utána hogy boldogulnak ezek az emberek. Tehát az, az minden mi lesz, mi lesz utána ebből a társaságban. Így van, uh -huh. a mindennapokban is nagyon szétszélettek. tehát... Akkor nézzük ezt. Olyannyira, Elek, hogy az a társaság, az már egy év múlva nem volt együtt. Hát igen, akkor sokat változott sajnos az akkori körülmények ellenére, pedig azt mondták, hogy ugye Kánoán várható téve, hiszen egészen pontosan ugye nem tudja senki, de egész szépen jövedelmező év volt a Ferencváros Labdarúgó számára, tehát aztán a, a, a fönti események, amíg ugye egy szinte felettünk játszottak, arról az ember nem tudott, vagy keveset tudott. Egy biztos, hogy a csapat ugye teljes mértékben nem cserélődött ki, de nagyon sok személyek változott. Hát gyakorlatilag a következő szezonra már szétszélett lett a társaság. Azóta ti mennyire tartjátok számon? Hát valakivel szorosan, de összegészébe, hogy, hogy kivel mi van, merre járnak a magyar hajók, mert hát nem csak a magyar hajók, mert ebbe kitűnő külföldi idegen is voltak. Igen, természetes az, hogy mindenki tal megpróbálja megtalálni a, a, saját útját a, a profi pályafutása befejeztével is. Nem mindenki a sportba gondolkozik, ez is nyilvánvaló, de én azt hiszem, hogy a 80 azért megmaradt a labdarúgás valamilyen szegmensébe, vagy vezetőként, vagy edzőként. Ez viszont jó dolog, ez, ez azt is jelenti, hogy ugye a, a munkák szétszóródnak, tehát különböző csapatok, különböző időfaktumban levő edzések, különböző programok, nagyon nehéz összehozni a találkozókat, de azért hétvégenként, ha nem is minden héten természetesen, de rengeteg meghívása van még annak a csapatnak, úgyhogy ezeknek próbálunk eleget tenni, és nagyon örülünk, hogy még gondolnak ránk. Kit volt Attila legnehezebb követni utóéletében? akinek a legizgalmasabb, legkülönösebb uh, volt a Talán koponó, talán Kopunovics. és itt nagyon nehezen értem el. Sokáig az, le is mondtam róla, hogy el tudom érni, mert egyszerűen se a telefonjára nem reagált semmire, és Skype-on elértem, és Ruandában dolgozik, mint edző. És hát. ott Skype-on tudtam bele De Itthon is edzősködött, aztán meg külföldön, és aztán most jelen pillanatban akkor megint külföldön. Így van, így van. Hát ő egy ilyen vándormadár, és mindenhol nagyon jól érzi magát. Ő azt mondta, hogy ahol a családja, ott van a hazája. Uh -huh. Tehát ő, ő nem egy ilyen kötött pali, ő megy, lehet, hogy tudom én egy év múlva már Kínában lesz. Neked volt kedvenced, felteszem láttad azt a társaságot annak idején? S láttam, bár én akkor katona voltam pont. Tehát én akkor vonultam be augusztusba, és én ezekből sajnos kimaradtam. Hát ugye aki katona is bevonul, a kopaszként nem nagyon tud szabadságra menni, de hát ugye értesültem a, a fejleményekről. Igazából az egész csapat volt a kedvenc, tehát úgy, úgy nem is biztos, hogy ki tudnék egy embert emelni. Tehát az egész komplett, az egy nagyon szerethető gárda volt, úgy érzem. A különlegesek volt abban a csapatban a Ferencvárosnak egy olimpiai bajnokka, egy nigériai futbolista. Igen, fontos. most no, már, igen, most már elárulhatjuk, hogy akkor, akkoriban azt lehet, hogy ő 17 éves volt akkor. Hát most én meg nem mondom, én nem át... Te látod azt. Hát, ugye itt láttam, de a, a, papírokat nem. Hát ugye nagyon sok legenda a Kering, ugye az Afrikából érkező játékosok születésével kapcsolatban, hiszen nem mindig igazak a hírek, de most már ugye meg tudják állapítani komoly módszerekkel, hogy ki mennyi idős. Hát ugye ő is azt hiszem, hogy egy évet volt nálunk csak, és utána... Pécsről érkezett. Pécsről, igen, igen, igen és ugye nagyon sokat nem tudott játszani, hiszen a Kopunovics és a Kuntics kettős mellett, ugye ott volt még akkor az Avacki Gabi is, aki nagyon jó játékos volt, ha bár fiatalként, szerepet akkor a csapatba. Nem kapott nagyon sok lehetőséget, de azért ott volt, és utána sikerült neki egy olimpiai aranyérmet nyerni Igen. a nigéria válogatottyával, amit sikerült látni is nekünk, hiszen elhozta és körbehordozta, és megmutatta, hogy micsoda eredmény, és hát ez csak gratulálni lehet, természetesen. Amúgy őt nem tudtam elérni. Tehát Fatusi nem. Nem, ő ő nem őt nem, nem tudtam elérni, próbálkoztam. Ő volt az egyetlen? <síl> Igen, közösségi oldalon próbálkoztam, nem válaszolt, és nem volt. Meg egyszer egy e-mail címet is kaptam a Vince Ottótól, de arra sem válaszolt. Tehát én mindent megpróbáltam. Bár lehet, hogy már például a magyarul nem tudna beszélni, de hát megoldottuk volna valahogy, de nem tudtam. Akkor a nyomáját. Akkor, tudod? akkor se tudod, nem valószínű, hogy a utóbbi 15 évben Aha. Igen, valószínűleg nem erre feküdt rá, mert akkor már hallottunk volna valahol esetleg tehetséges edzőként, ahol a magyar másodosztályban legalább. Elek, mi volt neked annak a menetelésnek a, a legemlékezetesebb pillanata? Mert nagyon, nagyon sok nagy csúcspontja volt számodra a legkedvesebb. Hát ezt annyiszor föltették már ezt a kérdést, és kiemelni nem biztos, hogy lehet egy-egy pillanatot belőle, vagy szerencsére, amit említettél, vagy hogy, hogy sok volt talán ami legjobban megmarad bennem, az, 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 a selejtező utolsó másodperce, amikor, amikor lefújták az Anderlecht elleni itthoni mérkőzést, és tudatosult akkor bennünk, hogy, hogy bejutottunk a csoportkörbe. Talán az, az a pillanat, amikor meghallottuk a sipszot, és az a hangrobbanás, vagy, vagy nem is tudom, minek nevezhetném, ami akkor stadionban történt, az felejthetetlen. Tehát én azt mondanám, hogy talán, Ugye mindenki azt mondja, hogy valami gyakorlatiasság, gól, vagy gólpassz, vagy nem, nem az, az a hangosoló, hanem az a hirtelen kitölt extázis, ami akkor ö, szinte hihetetlen volt számunkra, ismeretlen. Talán az volt az, amit, amit megfoghatnánk ebből a szegmensből. Attila, gondolkodtál, ami lett volna, ha a kérdésön? Ha együtt marad ez a társaság? Gondolkodtunk például Novák Dezsővel, hogy mi lett volna. Ő azt mondta, hogy, hogy szerinte a következő években még nagyobb siker tudtak volna elérni, hogyha összetartják azt a társaságot. De hát ő is elment, és rengetegen elmentek, idegen sok, és lehet, lehet lehetett volna egy, 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 még egy nagy siker, úgy érzem, de, de sajnos szétszélettek. Igen, akkor két kötetes lett volna a könyv, nem egy. Igen. Hát vagy lehet írni egy kötetet abból, hogy mi volna, igen, csak az már, az már egy ilyen fantázia kategória. Igen, igen, abból sajnos egy, egy, inkább egy könyvtárat le, lehetne írni a, a, a magyar futballt illetően. Akkor még nem tudod, hogy mi lesz a következő? Hát nem, nem, nem. nem. Meglátjuk, hogy milyen téma adódik. Jó lenne egyszer egy második könyvet írni ebből, de hát ez a jövő zenéje. Hát mondjuk majd Elek szuper menetelésében, mint nagy edző, nem? Az egy lehetőség. Akár. Aká. Hát Reméljük, egy... hogy hát nagyon jó lenne, de hát azért az... Kicsit Még van már van. Kicsit van. De a jó munkát hozzá. Köszönjük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.